Szevasztok, tudom, hogy megígértem a Mit csináltuk harmadik részét, de nincs itthon banán. És így nem tudom megcsinálni, mert minden feladatot, amit így kiválasztottam, szeretném teljesíteni, és akkor így nem tudom teljesíteni, ezért lesz most az analfabéták harmadik része. Igen, tudnám először csinálni a Mit csináltuk hármat, le kellene menni a boltba, de nem fogok lemenni a boltba, mert lusta vagyok. Azon kívül meg kell egy párna a seggem alá, mert törik szét. Sokkal jobb. Amúgy tudom, hogy az ezelőtti videó nagyon rövid volt, és bocsánatot is kérek ezért. Próbáljuk ezt egy kicsit hosszabbra. És akkor kezdjük. Ez nem egy Facebook, hanem egy Skype üzenet sor. Olvassunk bele. Aha, el sem hiszem, bejelölt a One Direction. Nem kérek kommentben olyat, hogy nem One Direction, hanem One Direction. Mindegy, én mondom One Direction. Kész. Jézusom, szív. Imádlak titeket. Itt a telszámom, hívjatok fel. Imádlak. Idióta. Ez nem az igazi One Direction. Én beszéltek magyarul. És egy ilyen csillagos szem. Valóra vált az álmom. És egy szívecske. Mindjárt meghalok. Egyébként nem értem az ilyen csajokat, hogy csodálnak valakit. Mit tudom én, tetszik nekik egy énekes, vagy éppen egy videós. Tegyük fel, hogy van egy lány. Tetszik neki... Lucky. Tetszik neki Lucky. És ráír Lucky-ra, Lucky meg visszaír neki. Csaj, meg nekem is szokott ilyen lenni, rám ír, és nem hiszem el, hogy te írsz meg minden. Miért? Ő is csak egy ember. Miért nem hiszed el? Nem értem. Miért teszed te magasabb szintre Justin Biebert, mint magadat? Ő nem Isten, ő csak egy ember. Jó a hangja. Kész. Jó a hangja. És? Én így vagyok ezzel a dologgal. Ha megszólít egy olyan híresség az utcán, akinek van 6 millió követője. Jó. Egy ember, ugyanúgy viszonyulok hozzá, hogy a többi emberhez. Ő semmit, jó, lerakott valamit az asztalra, amiért követik. De másképp, miért? Miért kellene csodáljam? Jó valamiben, mindenki jó valamiben, szóval nem értem. Olvassuk tovább. Uramisten, mit nem lehet felfogni azon, hogy ez nem az igazi One Direction, hanem csak egy rajongói oldal, és persze a kedvedért rögtön magyarul fognak dumálni. Értik, amit mondok, best of forever, imádlak titeket, és szív. Úristen, te nem vagy normális, ilyen nyelven mondja már, mégis ez nem az igazi One Direction. Jó, sötét volt a csaj. Na, ez már egy Facebookos. Buzi vagy bátya, búj. El, Oxt. Sose értettem ezt az X-ez is. Xia, Mikchi. Nincs is. Oxt. Xobd le magad. Jobban jár, buzika. Nem jobban jársz. Mármint nem értem. Én is. Van legalább 500 helyesírás hiba. És abba kötök bele, hogy nem, hogy nem helyesen írja, hanem nyelvtanilag nem talál bele a mondatba. Ja, de az üzenetem neked. Vedd meg. Next. Egy YouTube link, és... Hú, gyerekek. Na mindegy, megoldjuk Photoshoppal. Szomorú könycsepp fut két tével. Fut, ki tud románul az érti, mi ez a fut. Arcomon, amit most érzek, felvállalom. Nem, úgy olvassuk, ahogy írja. Amit most érzek, felvállalom. Felvállalom. Ha nem is érdek, hüt, mnnd, mi volt, és ami katonkban élt. Igen. Menj tanulni. Te is, mint a többi 500 ember, akit még elküldtem videóban. Azt hiszem, menj tanulni. Ezek a kedvenceim. Kurva életbe. Györfi rettenetesen érzi magát 16 órája Orosházán. Kérdezi csak Orsi, hogy mi lett. Györfi meg odaírja, hogy nem, inkább nem is mesélek. Akkor miért írod ki Facebookra? Ne! Next. Az a baj egyébként ezzel a sorozattal, mindig felidegesítem magam, de semmi gond. Ferenc, 23 perce. Másnap nem szaggatnak a flash videók. Ezt miért screenshotoltam le? Mert... Nem értem. Ez helyesen írja. Mindegy, menj tanulni. Van egy kép.
És Levent azt írja, hogy Claudia nem vagy csúnya, de olyan helyes az állat, bazze, hogy abban disznó lehetne leszúr. Kristóf, 2 perce. Figyelem, csajok. Szbadvok. 2.p. Várom lájközönt, komikat, és ak lehet kialakul valami. Mi alakul akkor ki? Ilyen nem értem, szóval... Szabad, és várja a lájközönt. Nem lesz attól jobb semmi, de várja a lájközönt. És akkor, hogyha jön a lájközönt, kialakul valami. Mi alakul ki? Nem lenne egyszerűbb kiírni, hogy írj rám, azt összejöhetünk. Pont! Lehet, hogy egy csirka... Lehet, hogy egy csirka barátnőm? Amúgy simán, én egyszer macskába voltam szerelmes. Azért szívesen megismernék egy embert, így mentek az utcán, simán, baktattok, és egyszer csak így jön egy macska, és egy csor, így Hű, de meg b***meztet a macskát! Az ember nem lehet elég elővigyázatos. Igen. A szüleid sem voltak azok. Adrien írta Norbertnek. Sajnálom. És egy siroszmári, és egy szívecske. Norbert be is lájkolta, jó barát hívén, és odaírta, hogy én is egy siroszmári és 2 szívecske. Most a kezemben van a telefon, úgyhogy tette oda másikat. Az én hibám, valamilyen szinten az enyém, nyugi, enyém, nyugi. Gyerekek, attól, hogy akármelyikötök hibá, Viagra még létezik, szóval semmi gond. Ne, süllyedj el, Titanic. Hogy írta le azt, hogy süllyedj el? Jó, pedig el fog süllyedni. Van olyan ember, aki nem látta még a Titanicot? Ki nem hallott még arról, hogy volt egy kurva nagy hajó, ami mentés is, és... Ha elmennék, vajon mi lenne hozzám az utolsó mondatod? Az, hogy a vajon az pontosí. Ja, és elfelejtettem elköszönni, szóval nézzétek meg valamelyik videóm végéről az elköszönést. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Én pedig tudom, hogy vége lett ennek a videónak, hogyha tetszett nektek, dobjatok egy lájkot, ha még szeretnétek ilyent, és kommentben jelezitek a véleményeteket, illetve hogyha máshol is szeretnétek követni, akkor a leírásban van a Facebook, AskFM és Instagram link, ahol még engem követhettek. Sziasztok!